Sziasztok! Sziasztok! A Dávid akar mondani nektek valamit. Az a helyzet, nagy nap ez a mai. Felvesszük az édespáros konyha nélkült. Vlog 1.0. Úgyhogy most megyünk kirándulni. Elmegyünk egészen. A Medvefennsík. Medvefennsík. Pécskőt nézzük meg. Meg valami várakat. Kettőt is. Lesz egy idegenvezetőnk, állítólag. Erről nem is tudtam. Egy honos. Egy őslakos? Egy helyi őslakos. Na, úgyhogy tartsatok meg! Lenni, gyere, mondjuk el, hogy most hova sétálunk. Megyünk a Salgóvárába. Ott az helyi idegenvezető úr. Mit van, Bojtoska? Mikulás van ám. Tudom. Miért nem a Mikulás sapka van rajtunk? Nincs Mikulás sapka. A rajtam nincs is sapka. 10 fokon. Ez milyen szép erdő már. Hú, milyen magas fák. Milyen egyenes fák. Ez zöld. Valamennyire. Hát mert tudtad, hogy a fenyőkörök zöldek? Métert kell csak mennünk, de te hogy bírod, Szívi? Jó. Csak felfelé kell nagyon mászni. Igen? Igen. De egész kellemes, végre mozgunk egy kicsit, nem? Igen. Itt karanténban. Igen, egy kicsit kellemes. Petőfi Sándor, ez a rom ihletet adott a Salgó műveim megírására. Mit lehet arról várról tudni? Hogy ez egy másik vár, mint ez. Ez biztos? Igen. Megjelölöd? Megjelölöm. Ez nem Siroki vár, meg ez sem Siroki vár, de meg elfelejtettem az is. Salgói vár. Salgói vár. Salgói vár. Igen. És mit lehet tudni arról a várról? Azt meséld már el nekem. Hogy ez már félig Szlovákia. Félig? Igen. Ez mi? Az hogy? Az, hogy a határon van, és az egyik fel a magyar, a másik meg Szlovákia. Ó. Kellemes? Mondom, inkább létre, mint lépcső. Tetszik? Igen. Ez a medves felség, ami nem medvés. Melyik? Nem tudjuk például. Melyik? Hát innen nem annyira jól látszik, ott az a zöld. Az a nagy? Igen. Az olyan szélzős lesz. Fehér részek végül estél. Na tessék, kaptok a tájból is, csak belőlünk kaptok kevesebb. Jó. Hoppá! Wow. Szia, Peti! Szóval, amit akartam mondani, az ő csatornája a GameFX Studio. Legyetek szívesek feliratkozni, hogy meglegyen a 101 darab feliratkozó. Ez a fa. Nagy. Megpróbálom körbeérni. Kapkit akarom? Nem, még hála az égnek nem. Hamarosan sikerül, nem? Mi van, Döbrogi uraság? Nem, hogy úgy megyek. Hát nem, hát azt kötözték oda a fához. Ja, nem láttad a Ludas Matyit? Ja, én ezt nem tudtam. Mi az a Ludas Matyit? Na jó, azt nem rakjuk bele az adásba. Szóval 625 méteren voltunk, most 571-re megyünk, és mindegyik egy vulkán volt. Nos, fény vulkáni képződmények változatosságát mutatja be, jó utat hozzá, de ne feledj a boszorkánykönnyel, néphiedelem szerint a lapos tetejű sziklákon boszorkányok táncolnak.
Hoppá, Döni. Mi az a hátlépteid a kilátáson kívül más állna varázsolja? Te majd táncolsz fent? Nem. Szokás szerint? Nem vagyok boszorkány. Még? Ha így folytatod, az leszek. Dani, vigyázz, ott vannak a nagy kutyák. Na? Tudjátok azt a nagy kutyát? Ekkora kutyát én még nem is láttam. Brutális kutya. Egymás. Hallottál, akkor korgott a hasa. Korgott a hasa. Mindenki éhes. Na, mit lehet tudni? Hova lehet menni? Medvés fenség. Medves. Tényleg medves. Igaz? Akkor szerintem... Szerintem útközben együtt. Egy-egy muffint. Segítek. Nézzük, mi van a Dani táskájába. Eszek egy banánát. Jó. Addig. Ti nem kértek addig valamit? Nem, én kibírom. Kibírjátok azt az egy kilométert? Tehát ez több volt, mint összesen, amit ott eddig jöttünk. Ja, tényleg. Itt vagyunk, ahol vagyunk. Ez egy hatalmas fenség, mint egy óriási mező, nézzétek meg. Megmutatom neki? Fordulunk, igen. Peti, bújjál! Bújjál, Peti! Bújjál! Háááá, ott van! Jó. Szóval ez egy óriási fensík. Nem látszik, de higgyétek el, hogy fent vagyunk. A síkon. Megtámadott egy bogár. Mi van a kabáccal? Most engem támadott bogár, nem tudom mi van. A kabács. Hát nem arra kell menni. Itt vágjunk át. Mit szóltok? Nem. Ez nem jó. Átmentünk. Esni. Indulás. Átvágunk az erdőn. Jössz, Dani? Jó. Ja, nem látod? De, látok. Látlak. Akkor itt vagyok. Elvileg most megyünk valami tóhoz. Elvileg már lehet nem is tó, hanem most már bocsár, úgyhogy nem kiderül. Tudom. Kiderül hamarosan. Ott a tó. De! Be van fagyva. Ó, na! Itt egy tó, horgásztó. Gondolom ez azért van itt. Itt lehet horgászni. És igazam volt, vagy igazam volt, hogy az jég? Hártya. És itt a forrás. Mondtam, hogy jég van. Idegen van. Durva. Igazad volt. Mondtam. Én megmondtam. Rá is tudsz állni? Megyek, megyek. Nem. Rá tudok állni. Kérsz egy darab jeget? Nem, köszi. Van net. Van net? Ja. Van net? Ez biztos, hogy az valahova folyik. Volt egy lefolyó. És igen, és megmondtam. Vizesés. Találtam vizesést. Egész nap a vizeséseket kerestem. Lemegyek, megnézem a vizesést. Ó, itt van. Baszik. Mindjárt elesek. Na, itt folyik ki. Hát ez nem semmi. Semmi extra. Megtöltsük a kulacsokat? Kell hó, nem kell hó, nekünk a sár is jó. Nem, itt vagyunk a Somoskői várnál, amit most éppen nem láttok, mert eltakarja a fa. A fák mögött meg bújik. Itt van fölöttünk a Somoskői vár. Ott? Ez az a kirándulásunk utolsó pontja.
Igen, és reméljük nem húzzák meg a kocsit. Nagyon szép vár. Nagyon egybe van, fel van újítva. Reméljük be tudunk menni. Egy törvényellenes cselekedetre készülök. Mindjárt elárulom, hogy mi az. Yeah. Jó, de jól átgondoltad? Jól. Már részlépés. De otthon maradok utána. Na nézzük. Na, lépted meg. Megteszem. Kész. Mit tettél? Átléptem a határt. Akkor most, ha visszajössz, akkor 2 hét karantén. Nem jövök vissza. Nem jössz vissza? Itt maradok. Jobb Szlovákiába? Jobb. Sokkal. Ti nem jöttök át? Át akarsz minket verni, szerintem. Na szóval ez a határkő. Szóval itt, hogyha átlépünk, akkor már Szlovákiában vagyunk. És a vár fele, akkor szlovák. Hát akkor tulajdonképpen az egész vár, ha itt a az egész. Csak a láb. Egészségügyi szünetet tartunk. Mert megfájdult a lába. Itt. Dani, gyógyíts meg. Hogy gyógyítsam meg? Valahogy gyógyíts meg, légy szíves. Megmasszírozom. Köszönöm. Azt hinnétek, hogy ez az igazi vár. Pedig az igazi vár. Az itt vár ránk. Az idegenvezetők úgy gondolta, hogy ez egy fontos helyszín. Köszönjük szépen, hogy ezt itt megmutattad nekünk. Bazalt orgonához megyünk. Szóval, ezek a bazalt oszlopok 4 millió évvel ezelőtt keletkeztek egy tűzhányó által. Ugye kitört a tűzhányó, és lassan, miközben lefolyt a láva, az lassan megszilárdult. A talajhoz képest 90 fokos szögben állnak, de brutális 5 és 6 szögletű bazalt oszlopok keletkeztek. Nagyon gyönyörű szerintem. Kicsit olyanok, mint a paksi atomerőműben a kazetták. Köszönjük! Lefáradtunk! Itt vagyunk a vár tetején. Majdnem, hát itt vagyunk. Látsz feljebb lenni. Ott a vár teteje. Na felkészültetek? Na ezt nézzétek! Ott a másik vár, abba is voltunk, ugye? Az volt a melyik vár? Salgói vár. Az a Salgói vár. Hogy tetszik a táj? Jól. Jól tetszik? Tetszik. Csak? Tetszik. Minden pillanatban megijedek, mikor valaki lerúg valamit, hogy valaki éppen le fog esni. De jól vagyok, amúgy tetszik. Tomb Raiderezünk egyet. Azért ez kicsit veszélyes. Kapaszkodjatok! Mindenhova bemegyünk, ahova be lehet. Itt volt a vár börtön. Na, a vár ezen része állítólag nincs felújítva. Kicsit úgy néz ki, mint Csernobil. A teteje fel van újítva. De nézzétek meg ezt ide. Durva, mi? Ennyi volt már az adás. Reméljük, hogy hajlottatok minket a nagy széltől. És hogy tetszett ez a videó nektek. Ez volt a milyen vár? Somoskői! A Somoskői vár! Somoskői vár! Remélem tetszett nektek ez az epizód. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Hello!